Sok szeretettel köszöntök mindenkit a digitális téma hét webináriumok 2019-es sorozatában, és a mai előadónknak átadom a szót, aki nem más, mint Prievara Tibor. Tibor, parancsolj! Köszönöm szépen! Ugye a projektek értékeléséről lesz szó, és amellett, nem a helyet, de amellett, hogy ilyen eszközöket mutogatnék, hogy mivel lehetne ilyen projekteket csinálni. Azt gondolom, mutatok néhányat, amit én csináltam, illetve az, hogy az értékelése, az, hogy tud ezeknek a projekteknek alkalmazkodni, az, hogy milyen módon állítjuk össze őket. Tehát, hogy két rész lesz, az első 10 percben, inkább 5, talán 10, attól függ, hogy mennyire lesz idő. El fogom mondani azt, hogy én hogyan állok hozzá egy projekthez, amikor nekem egy ilyen digitális téma hét, vagy nem digitális téma, csak általában egy digitális projektről gondolkodnom kell, akkor milyen szempontokat veszek figyelembe, és hogyan állítom én össze. És utána mutatok olyan eszközöket, konkrétan kettőt, amivel komplex módon lehet egy ilyen projektnek az értékelését elvégezni, illetve lehet segíteni a folyamatot is, ugye arról van szó. Amire nem fogok kitérni, és ez szándékos, az az ilyen apró visszajelző eszközök, tehát nem fogok beszélni a Kahootról és a Redmentáról. Ezekkel lehet tesztelni, de én azt gondolom, hogy egy projekteknél talán egy picit másról van szó, és ilyen ötleteket akár a tanárblogon is konkrétan 5500-at lehet találni most már, tehát abból sok minden van, és picit komplexebben szeretném nézni. Tehát az első, hogyan, amikor nekiállok valamilyen projekttervnek, nagyon sok ilyen projektet csinálok én az iskolában, digitális téma hét vagy nem, akkor mindig van egy ilyen folyamat, amit átszűröm az én eredeti ötleteimet, az általában a 21%-i képességnek az első szűrője, utána megpróbálom megnézni, hogy ennek a projektben hol van a helye, és milyen helye van az IKT-nak, úgyhogy az értelmesen használódjon és előre vigye, és egyáltalán mielőtt tovább lépünk, ugye a projektnek van egy-két ilyen fontos követelmény, amit érdemes talán akár csak egy definíció szintjén megnézni. Bocsánat, én most nem értem forrást, az internetről szedtem ezt a Wikipédiáról. Tehát azért nagyon fontos az, hogy meghatározott célt szeretnénk elérni, határidő, költség, erőforrás, adott környezetben megtervezett tevékenységsorozat, konkrét célokat valósít meg. Tehát időben és térben jól körülhatárolt feladatok vannak, világos céloknak megfelelő tevékenységek, és egyértelműen ehhez hozzárendelt erőforrások, aminek a végén valamilyen célt, produktumot szeretnénk termelni, elérni. Ugye ez nem a pedagógiai projektnek a definíció, de szerintem nagyon jól működik itt. Tehát mielőtt elkezdek egy ilyen projektet tervezni, megnézem, hogy ennek mi a realitása, mennyi idő alatt lehet megcsinálni, és egyáltalán hogyan megy tovább. Ami nagyon fontos, az, hogy mérési pontokat, és vagy ilyen mérföldköveket jelölök ki egy projektben. Mondok majd rövidebb, meg ilyen hosszabb, picit összetettebb projekteket is, amiket csináltunk. Az értékelés formáját meg kell határozni, hogy itt a szummatív értékelés, ami mondjuk egy folyamat végén a megtanult dolgokat próbálja számon kérni, talán kevésbé jön számításba. Van egy, amit én elneveztem természetes értékelésnek, ami amikor egész egyszerűen a végeredmény a projektnek, az önmagában értékeli a projektet. Erre is mutatok majd példát, és nagyon fontosnak tartom az értékelésben azt, hogy be legyen bomba az önértékelés, illetve a társértékelés, mint szempont. A számomra kevésbé vonzó projekt az úgy néz ki, amit a diákok megcsinálnak, a tanár megnézi, és utána elteszi, jó esetben egy ilyen plakát formájában kikerül az osztályterembe, ami 3-4 év alatt aztán annyira megságul, hogy egy idő után csak le fogja szedni valamelyik nyár előtt a takarító néni, vagy valamelyik tanár. Én termemet éppen most pucoltam meg ilyen 2008-ban oda rakott ilyen iskolai fali projektektől, ami abban az esetben jó lehet, meg abban az, ott, amikor elkészült, biztos hasznos volt, de azért megvannak maga korlátai. A legelső, és mindig ide szoktam visszatérni, hogy nekem mindenre lesz az eszembe, egy picit igaz, hogy kétféle módon értékelném én a projektet. Egyrészt a pedagógia részéről, tehát a tanár oldaláról, amikor én megtervezem a projektet, próbálom megnézni, hogy ez valóban elérje olyan célokat, ami nekem pedagógiailag fontos. Akkor is lehet jó egy projekt, hogyha egyéb ilyen 21% pedagógiai képességeket nem támogat, de nagyon nehezen tudom elképzelni azt a
projektet, ahol mondjuk a kollaboráció magas szinten nem működik. Nehezen tudom elképzelni azt a projektet, ahol mondjuk az önszabályozás, főleg egy hosszabb projektben nem valósulhat meg, ahol nincs tudásépítés, akkor a projektnek gyakorlatilag értelme sincs, vagy csak nagyon kevés, és ahol mondjuk a kommunikáció, vagy az önszabályozó tanulás az nem valósulhat meg. Tehát azt lehet mondani, hogy a 21. századi pedagógiának, a 21. századi képességnek a leírása gyakorlatilag nagyon szépen rásimul arra, amit egy projektként mi gondolunk. Hogy mire is gondolok itt pontosan, mert mindenkinek biztos a könyökén jön ki. Az első körben az az, hogy ezeken a képességek mentén, amilyen projektet kitalálok, azt megpróbálom valahogy dekódolni. Mondok néhány ilyen konkrét példát, most már megértem őket. Az egyik ilyen konkrét példa egy nagyon rövid 45 perces projekt, amiben tényleg az volt a cél, hogy megtanuljunk egy érettségi témakör, tehát tudjanak beszélni városokról. Ez a nagyon egyszerű kedvenc példám. Legyen benne amennyire lehet kiterjesztett kommunikáció, legyen benne önálló kutatás, olyan ismereteket próbáljanak felhalmozni, amit addig nem tudtak, de az érettségi témakör feltételeinek feleljük meg, és mindehhez volt mondjuk 45 percünk. A általam fejlesztett e-learning platformot használtam erre, majd megmutatom milyen elemeit és hogyan, és egész egyszerűen annyit kértem a gyerekektől, hogy minden 9-esek voltak, hogy mindenki hozzon egy olyan várost, ahol ő szívesen lakna, ha nem Magyarország lenne, és megnézzük, hogy akkor ezeket a városokat hogy lehetne értékelni. És a projekt ennyi volt, hogy egy olyan értékelési rendszert, egy olyan prezentációszetet állítsunk össze, amiben ezek a városok működnek. És utána mindenki hozott egy várost, arról beszéltek, rájöttek, hogy semmit nem tudnak, leültek, mindenkinek volt 8, igazából egy városító kollaboratív feladatot használtunk a Hashtag School-ban. Ez úgy működik, hogy random összesorsolja a diákokat egymásra, és utána együtt kezdenek el dolgozni. Mindegyik látja real-time-ban, hogy mit ír a másik, de nem tud beleírni. Tehát nem egy Google Doc-ról van szó, ahol egymás munkába bele lehet írni közösen, hanem annyi van, hogy ahogy az egyik géppel, az a másiknak meglátszik folyamatosan, és egyfajta nyomást gyakorol egy másikra. 11 perc volt minden esetben a négyszer csinálta meg ezt a feladatot, 9-esek voltak a legkisebbek, és A2, B1, ez egy angol nyelvi projektről van szó, az volt. Szinten működött, és 11 percnyi kutatás után, ugye itt volt olvasás, volt skinning, volt skimming, volt scanning, tehát voltak különböző olvasási stratégiák, ezután az ott megszerzett információkat szintetizálni kellett, hiszen minden kettő pár választ, mindegyik pár választott magának egy várost, mit tudom én, Torontót vagy Szaporrót, egész furcsa városokat választottak, és arról kellett információt gyűjteni, hogy ott miért lenne jó lakni, és miért lenne nem jó lakni. Tehát információk mellett ellene. Mondjuk Londonnak nagyon szép az építészete, de mondjuk szörnyen zsúfolt a metró. És ezekről kellett információkat vadászni az interneten. A legkevesebb a 15 információ morzsa volt, vagy szelet, amit így ők szintetizálva szépen odaírtak. Például a rendszer nem engedi meg azt, hogy bemásoljanak Wikipedia szócikeket, illetve a másik gyerek is nagyon kiabált, hogy neki azt majd az a dolgozni kell. Ugye itt van egy kommunikációs szakadék, amit egymással kollaborálva át tudnak valahogy hidalni. És miután ez elkészült, és mindenkinek ott volt a saját általa megírt 15 érv mondjuk Szaporró mellett, és a párja által megírt 15 érv a Szaporró mellett ellen, utána ugye a csoportban 8 városnak a mit tudom én, a 8 város került feldolgozásra, ezek a gyerekek elkezdtek egymásnak ilyen 8-10 perces prezentációkat tartani olyan városról, amelyekről azelőtt, az óra előtt még semmit nem tudtak. És utána a végén ebből írtak egy összegzést, és hogyha szeretnének mondjuk elköltözni, akkor látják most sokkal jobban, hogy honnan lehet. Tehát, hogy volt egy olyan írás, amit megosztottak, ezt nem osztottuk tovább, mint a saját osztályuk, tehát nem csináltunk belőle mondjuk egy blogot, de minden, de el kellett olvasni, meghallgatták egymást, iszonyú sok információt gyűjtöttek, és egy 45 perc alatt egy ilyen kvázi mini projekt keretében sikerült valamit. Tehát a projektnek van egy olyan, nem tudom, misztikus felhangja, vagy ilyen, hogy az csak egy nagyon-nagyon hosszú dolog lehet. Nem
feltétlenül. Egy témahét alatt igazából tökéletesen zseniális projekteket lehet kivitelezni, egy 45 perces órán is nagyon szép projekteket lehet csinálni. De ilyenkor, mielőtt egy ilyen projekt nekem bevillan, mindig megnézem ezeket a kódokat, amik itt vannak. Ugye a tudásépítés az első, és hogy milyen követelményei vannak, az együttműködés, vagy kollaboráció. És hogy itt ilyen van a tudásépítés, hogy magas pontot kapjon, diákok nem tudják, hanem csak rutin tevékenységet végeznek. Tehát ez valahogy elvisz minket abból az irányból, ahol tesztkérdéseket kell megoldani valamilyen online felületen, ami nem baj, tehát nem gondolom azt, hogy egy projektnek nem lehet része az, hogy tesztkérdéseket oldjuk meg egy online felületen. A baj akkor van, hogyha nagyjából ez az, ami a adott projektnek mondjuk a központi része, hogy csináljanak egy Kahootot, amit utána később a többiek is megcsinálnak, ami szintén projekt, és azt gondolom, hogy kevésbé komplex összetett, és nem annyira szoktam ilyeneket csinálni. Utána tantárgyak közötti legyen, tehát legyen benne tanulásra szívok ennél több tantárgy anyagára, ismeretre vagy módszerre irányulnak. Tehát olyan projekt jó, igazából, ahol több tantárgy is összefut, és ezeket megosztjuk. Ugye a kollaborációban szintén olyan közös munkáról van szó, közös felelősséget viselnek a diákok a végsőt tevékenységért, ami szintén nagyon fontos egy ilyen projektnél. Olyan módon építsenek az IKT-val tudást, ami nem lehet mondjuk IKT eszköz nélkül. Tehát az IKT eszköz digitális pedagógiának a használata, a digitális eszközöknek a használata, az ne egy öncélú dolog legyen, hanem legyen beépülve a projektnek így a közepébe, és legyen tényleg olyan integrált része, ami nélkül nem tudunk tovább dolgozni. Valós problémák, és erre fogok majd nagyon nagy hangsúlyt fektetni, szoktam mindig, hogy olyan dolgot keressünk meg, ami így a világban probléma. Hatalmas a kísértés bennünk is, és a diákokban is, hogy az ilyen projekteknél úgy álljunk hozzá, hogy én megmondom, figyelj, hogy csináltok valamit. És ők azt megcsinálják, és mindenkinek kényelmesebb. És ugye viszont nem ez van, hanem azt mondom, hogy én nem vagyok hajlandó megmondani, hanem egy problémát keresünk, és arra keresetek ti valamilyen megoldást, sokkal döcögősebben indul, de sokkal nagyobb a kifutása. Erre is fogok majd példát mondani. Ez nagyon fontos elem, hogy mindig valami valós életből való probléma, aminek a megoldását iskolán kívül is próbálják alkalmazni. Ugye ez az önszabályozás legalább egy hétig tart, megkapják az értékelés szempontjait, tehát legyenek előzetes értékelési szempontok, lehetőség van arra, hogy tervezéssel munkájukat, és az általatok, a tanárok által kapott visszajelzés, vagy társaik által kapott visszajelzés után legyen lehetőség arra, hogy újra tervezzék azt a munkát, amit ők csináltak. A másik pedig kiterjesztett kommunikáció rendkívül fontos, hogy ugye valahol, főleg ilyen nyelvtanárként, ilyen projekteknél az első közös munka az, hogy nagyon nehezen képzelhető el úgy, hogy az emberek nem kommunikálnak egymással, illetve hogy nem kell valamilyen fajta értelmes kommunikációval előadni, prezentálniuk, vagy bármit csinálni. Tehát ezek így nagyon-nagyon röviden a 21. századi képességek az ilyen projekt kapcsán, amire szeretnék most kitérni, ez valós problémák és innováció. Tehát amikor azt mondtam, és erre is fogok most egy konkrét példát mondani, ilyeneket ígértem, hogy azt mondtam az egyik ilyen projektben, hogy keressenek, és ezt igazából bárki bárhol tudja csinálni. Ezek 16 éves gyerekek voltak, és én azt mondtam, hogy egy olyan problémát keressenek, ami szerintük a 13-20 éves korosztály életében jelen van. Tehát egyszerűen összegyűjtöttünk egy csomó olyan dolgot, ami szerintük a mai fiataloknak problémás. Akkor jöttek ilyenekkel, hogy a kontrollálatlan képernyőidő, jöttek ilyenekkel, hogy az időbeosztás nagyon rossz, akkor jöttek ilyenekkel, hogy a házi feladat megírás abban segíteni, és arra segítsünk. És akkor ugye csoportokban szerveződtek a diákok, és mondtam, hogy jó, hát akkor most itt a probléma, akkor keressünk valamilyen megoldást. Ez lehet egy digitális megoldás, mi esetünkben éppen digitális megoldás volt, de lehet nem digitális megoldás is. Megnézzük azokat a platformokat, amik így lehetséges és működőképes alternatívák voltak nekünk, hogy tudunk használni belőlük dolgokat, de igazából az is rendben volt, hogy ebben a projektben, vagy ennek kapcsán még nem készült el egy valódi olyan
olyan-olyan termék, ami később mondjuk applikáció formájában a diákoknak odaadható lenne. Tehát az nem volt nálunk most szempont, hogy legyen valaki, aki össze tud rakni egy ilyen dolgot, mert tud annyira kódolni, vagy tisztában ezeknek a szerkezetével, de nem is volt fontos elmondom mindjárt, hogy miért. És utána megcsinálták ezt, és utána ugye el kellett pitchelni, körbe mondták, meghallgatták egymást, és segítettek a másiknak javaslatokat, elkezdték őket picit piszkálni, hogyha valami nem volt jó. Tehát volt egy ilyen nagyon komoly kommunikációs kör, ahol megtanultuk, hogy hogy kell egy ilyen pitchet előadni. Utána beadták ezek a gyerekek ezeket a nem mindegy, de szóval egy vagy két csoport a FAI alapítványnak az ötletpályázatára, ahol 400 közül a végén a legjobb húzó bejutottak, legjobb 20-ból utána már OTP és top menedzsereknek a mentorálásával legjobb 7-be jutottak, és a végén pedig viszonylag komoly összeget kaptak, amit nem mondhatunk el, hogy mennyit, arra, hogy ezt a dolgot valóban megvalósítsák. Ugye ebben a projektben valójában nem volt igazi olyan szempont értelemben, mert végtermék, ahogy azt gondolhatnánk, hogy elkészült valami effektív dolog, azt nem csinálták meg. A végtermék az a pitch volt, illetve az az elképzelés, ami koncepció, amit ők be tudtak adni egy valódi pályázatban. És talán ez a projekt ez megvalósulhat, vagy hatott volna, hogyha hajlandók lettek, szerettek volna tovább foglalkozni ilyen appfejlesztéssel, akkor most egy ilyen startup cégük lehetett volna, de ők igazából más felé orientálódnak, és végül nem választották azt, de a pénzt azt azért megnyerték, és elköltötték. Tehát megint egy olyan helyzet, hogy a körbenézünk a világban jelenleg, és én egy nyelvtanár vagyok, de mégis azt gondoltam, hogy egy ilyen magyar nyelvű applikáció készítő versenyben nevezni a gyerekekkel, hogy megértsék, hogy hogy működik egy ilyen dolog, hogy milyen feature-ök kellenének benne, hogy az jól működjön, az hogy lehet összerakni, hogy megjönnek egy tartalmi specifikáció gyakorlatilag egy ilyen eszközre. Ez hihetetlen, nagyon sokat segített nekik a későbbiekben az életükben is. És akkor ezt át kell gondolni, hogy mondjuk egy hét alatt, hogy nem tudom mennyi időtök van rá, hogy szeretnék vele tölteni, milyen olyan probléma van a világban körülöttünk, amit itt szívesen megoldanánk. Vagy amire valamilyen fajta megoldási javaslat kell, hiszen hogyha ezek egyáltalán nem valósulnak meg, hogyha nem dolgozik vele más, hogyha nem tud más profitálni belőle, akkor ezek ilyen megint az iskola falán belül egy ilyen picit ilyen belterjes dolgot kreálunk, és azt fogják majd jelenteni, ami nem biztos, hogy mindig rossz, és az is elképzelhető, hogy az is működhet, hogyha valaki így csinálja, és tök jó főleg, hogyha mondjuk elsőre nem szeretne, de én mindig úgy indulok el egy projektben, és még akkor is, amikor kezdő projektes voltam, hogy megnézem, hogy a világban milyen problémák vannak, amire valamilyen megoldást szeretnék. És utána azokat a problémákat próbáljuk a megoldási lehetőséget leszűkíteni annyira, hogy működjön. Tehát én azt gondolom, hogy a földrajzi tudás a gyerekeknek, és a különböző kultúrákkal az ismerettség, az ismereteik nagyon korlátozottak, és nem tudnak mondjuk angol órán, az angol könyvek csak Angliáról szólnak, akkor lehet, hogy lesz egy olyan projekt, ahol mondjuk Galapagosról és East Timorról fogunk majd vagy tanulni, vagy különböző kisebb szigetekről a világban szerte, vagy kisebb országokról, olyan dolgok, amit egyébként nem tudnak. És ennek nagyon szép kivetülése szerintem az a projekt, amit mondtam, az a 45 perc alatt kivitelezhető, és mondjuk 6-7 országot vagy város bemutató projekt, ahol én beszéltem 2 percig, a diákok beszéltek 30 percig, és egyébként 15 percig pedig ilyen nagyon feszült kollaboratív munka alapján. De, és hogy sikerül úgy megcsinálni egy órát, hogy igazából a diákok hozzák meg a tananyagot, és találnak már csak az sem szerepe. Hát egész egyszerűen a legfontosabb dolog a probléma felvetés. A tudásépítés volt, mert nem tudtak ezekre az országokról semmit, és össze kellett rakni bizonyos szempontrendszereket, amelyek alapján ők dolgoztak. Tehát itt a tanári feladatoknál és az értékelésüknél nagyon szeretném javasolni, vagy én mindig úgy csinálom, hogy ha van egy ilyen projekt ötletem, kitalálom, hogy milyen mérföldkövek lesznek benne, és mennyi ideig fog tartani, és ugye milyen erőforrásokat hogyan kell hozzárendelni az én részemről, és pedagógiai milyen hozadéka lesz, és utána ezt gyorsan bekódolom ezzel az előző leglátható kódrendszerrel, vagy kódolási sémával, és akkor látszik, hogy megy. És mennyit. Az nagyon fontos szerintem, hogy nem az a cél, hogy mindig minden max pontos legyen. Tehát nem akkor jó egy projekt, hogyha mind a 6 értékelési szempontból
maximális értékelés kap, mert az nem biztos, hogy reális, főleg mondjuk tanórák szempontja pedig aztán végképp nem. De hogyha azt mondjuk, hogy van 2, 3, 6-ból, ami mondjuk 2-esnél magasabban értékelődik, akkor látszik, hogy vannak bizonyos fókuszai, amelyekben a 21. századi képességében ez a projekt megpróbál egy picit erősebben koncentrálni. Ugye volt egy olyan, hogy természetes értékelés, most elkezdem mutogatni majd az eszközöket. Ez egy ilyen nagyon egyszerű dolog volt, ez egy szimuláció, ami abból a szempontból nem számít ilyen hagyományos projektnek, hogy hát szimuláció. Ja. Csináltam egy 5 cégből álló tőzsdét, és az 5 cégből álló tőzsde kapcsán különböző formátumban és forrású információkat lehetett megtudni. És ahogy ezeket az információkat megtudták a diákok, úgy eldönthették, hogy egy olyan portfólióban, ahol legalább 3 cég részvényéből kellett vásárolni, ők milyen arányban költenek el 10 000 dollárt. Itt rendkívül fontos volt az, hogy jól rakják össze az információkat, minden információt a helyén tudjanak kezelni, értelmezzék azokat, ne hagyjanak ki egyes mozaik darabkákat, mert lehet, hogy az pont olyan információ, ami mondjuk egy másikat semlegesít, és a végén ez alapján hozzanak döntést. És ennek volt egy ilyen hosszabb projekt része, tehát, hogy ők saját broker céget alapítottak, akkor logót terveztek, tehát sok ilyen lépésen. Ez különben a mai napig elérhető szerintem a Sulinova projektjei között tizedikeseknek csináltuk, és utána viszont az értékelés nagyon egyszerű volt, hiszen itt természetesen azért úgy értékelődött, hogy aki a legtöbb pénzt kereste, az figyelt legjobban, aki a legkevesebb pénzt kereste, az volt a legkevésbé figyelő. Tehát amikor az értékelés a projektnek, az nem úgy zajlik, hogy ilyen különböző szempontok szerint értékelem, hanem egész egyszerűen olyan a projektnek a jellege, hogy a végeredmény az önmagában egy értékelést jelent. Itt differenciáltan több szinten megtalálhatóak ezek az információk, és amiből dolgoztunk. Ez is egy ilyen 2-3 órás projekt volt, ami nagyon jól működött. A következő olyan dolog, ami mondjuk azoknak hasznos lehet, akiknek van az iskolájukban a Teams, Office 365. Az Office 365-ben bármilyen csoportban lehet feladatokat kiadni, a feladatoknak nevet lehet adni, és itt van egy olyan, hogy itt az instrukció, lehet hozzáadni különböző forrásfájlokat, amivel információkat tartalmaznak, tehát ez a Teams-nek az oldala, ahol most vagyunk, és utána vannak ezek az úgynevezett rubrikok, ahol lehet a rubrikokat megadni, hogy például mit gondolunk fontosnak. Beadunk egy rubrikot, és akkor itt lehet különböző szempontrendszereket meghatározni, és rubrikokban például mi a tökéletes, ez miről fog szólni, mikor adunk excellentet, mikor gondoljuk azt, hogy valami tökély. Ebből a szempontból egy ilyen projektnél az, hogyha olyan információt, vagy olyan appot próbál tervezni, ami valóban megoldásáért valamilyen mai fiatalnak a problémája, akkor be lehet ideírni. Itt nagyon szépen lehet ezeket a gyengétől egészen a tökéletesség teljesen személyre szabhatóan, átírhatóan kitölteni, és amikor beadják, ők megjelenik nekik a feladat, és amikor a feladatot ők beadják ezen a Teams felületen belül, akkor ezekkel a rubrikokkal jön be az értékelés, hogy én beírom neki, hogy ez tökély, nagyon jó, vagy kevésbé jó, akkor nem azt kapja meg, hogy 4 pont, 3 pont, 5 pont, hanem fog kapni egy részletes, szöveges értékelést, ami ezeknek a rubrikoknak az alapján készül el, és amikor elkészül, akkor hozzáteszem, és akkor már működik is. Ugye itt meg lehet állítani azt, hogy legyen ez mondjuk pontértékelés is, hogyha be van állítva, vagy azon beállítva, hogy ne legyen pontértékelés, akkor nem ad neki, de hogyha szeretnénk, akkor adott esetben adhatunk neki pontot, az is beállítható, hogy később, mint ami a beadott határidő, elfogadjuk-e, illetve azt is, hogy mikor kell ezt beadni. Ha készen vagyunk, akkor elmentjük, és ez meg fog jelenni ugye ilyen módon a diákjainknak is ebben az esetben 8. C csoportban. Tehát a Microsoft Teams-ben viszonylag egyszerűen
lehet ilyen projekteket kezelni, és ugye a másik nagyon jó dolog, hogyha valaki nem ismerte, akkor te nagyit megmutatok, hogy van az Órai jegyzetfüzete, ahol viszont tudnak együtt dolgozni a diákok, és lehet közös felületeket is kialakítani, ahol ez működik. A közös jegyzetelés például, itt van egy kollaborációs felületünk volt nekünk, és a kollaborációs felületen lehet együtt dolgozni, és különböző projektekben kollaborálni, együttműködni. A másik dolog, amivel én szervezem most a projektjeimet, ez egy olyan alkalmazás, aminek elég sok funkciója van. A weboldalon neve hashtag.school, és itt villámgyorsan megmutatom, hogy hogyan lehet, ugye egy projekthez létrehozok, én regisztrálok tanárként, ez kb. 25 másodperc, létrehozom a projektcsoportot, ha létrehozom a projektcsoportot, ez meg fog nekem jelenni, lesz egy ilyen csoportazonosító, ezt megadom a diákoknak, hogy kérem, hogy regisztrálnak, és ide adja ezt a kódot, írják majd be. Ezt is megmutatom akkor, hogy ez hogy néz ki. A regisztrációnál ugye megadhatják a csoportazonosítójukat, és egyszerűen ennyi adat kitöltése után már a csoportban ott vannak nálunk, és dolgozunk együtt. Amikor a csoport megvan, tehát amikor létrehoztuk a projektre a csoportot, akkor nagyon fontos, hogy utána hozzuk létre a projektnek a nevét. Ugye most egy szint lesz egy projekt, akkor azt mondjuk, hogy csoda projekt, ennek lesz egy kezdete, mondjuk a mai nap is lesz egy vége, mondjuk március 16-a. Ezen az időponton belül, intervallon belül tudjuk őket értékelni, és a ponthatárok a harmadik fontos lépés, amikor meg kell határozni azt, hogy legalább szintű a padaván, és ez egy ilyen gamification alapú, pont alapú értékelési rendszer, ami a mögött van. Épp ezért fontos az, hogy megtehessük azt, hogy valamilyen fajta pontértéket adjunk hozzá. Tehát mondjuk 100 pontos az, aki nagyon kezdő, és akkor itt lehet látni, meg is jelenik, és mondjuk Jerry az 200 pontos, mondjuk 300 pontra Darth Vader. Így is van. Már van is Darth Vader szín. És akkor szépen elneveztem, ezt létrejött a csoportom, létrejött benne a projektnek külön a projektere. És tudom akkor innentől kezdve az értékelést elkezdeni. Az értékelésre mutatok egy olyan csoportot, amelyik jelenleg él. Hát, nem tudom, GDPR szempontból mennyire oké. Na mindegy, tehát itt vannak a különböző szintjei, és akkor a szinteken belül ilyen ki tudok osztani digitális tananyagot, amik önmagukat értékelik, és önmaguk miatt kapnak értékelést, automatikusan értékelődnek, illetve én is ki tudok osztani pontokat. Pontokat a szerkesztéssel minden egyes embernek külön ki tudom osztani, vagy mindenkinek ki tudok írni pontokat, mondjuk, hogyha készítettek egy filmvetítésen, és ezért szeretnék a projekt során valamilyen pontértéket adni nekik. Amikor készen vagyunk, elmentjük, és már készen is vagyunk. Ez azt jelenti, hogy az összes diáknak a pontértékelése itt látható majd. Mindezek egy leaderboardban, most egy friss, ugye itt a minél magasabbra épül a ház, annál több pontot szereztek, és annál több dologra képesek. Egy új, szerintem érdekes fejlesztésünk most, hogy ezekből a pontokból, amiket vesznek, lehet készíteni, csináltunk egy még picit ilyen kezdő, meg ilyen bénáska, de már valamilyen szinten működőképes civilizációépítő játék, utána az a dolguk, hogy a diákok egy várost építsenek, ahol sok dolognak kell összejönni és megfelelni. Megmutatom, hogy ez hogy néz ki a diákok szempontjából. Ezt igazából lehet játszani bárkinek bármikor. Ugye itt vannak a városok, így lehet a városrészek, lehet új dolgokat építeni benne. Itt van a foglalkoztatottság, és van a morál, ahol ahogy építek, tehát itt van a pénzem, szeretnék ide építeni egy múzeumot, tűzoltóságot, rendőrséget, házat, gyárat, parkot, bármit. És akkor itt van, hogyha amennyi, hogy építek valamit, akkor az felnő. Lehet látni, hogy a
Ez egy olyan város, ahol mondjuk nincs biztonság, de nagyon magas a foglalkoztatottság, tehát egy ilyen viszonylag ilyen munkaközpontú dolog. Egy ideig különben a foglalkoztatottság 100% felé is tudott menni. Ezt azt gondoljuk, hogy egy bug volt, de lehet, hogy egész egyszerűen csak a túlórákat beleszámolja a rendszer. Itt lehet látni a többiek városát, és ahogy egyre magasabb, és egyre több pontot szerez valaki, ezeket a pontokat lehet itt beváltani. Hát igazából akár egy ilyen civilizációépítő játék során is vissza lehet jelezni, hogy tartanak. Tehát hogy azt szeretném én ezzel mondani, hogy egy picit arra gondolnék mindig, hogy érdemes lenne ettől a teljesen hagyományos értékelési módszertől vagy formától így eltávolodni, és keresni olyan módozatokat, ahol lehet a diákokat úgy irányítani, értékelni, segíteni nekik, hogy ez működhessen. Miután készen van egyébként, az összes információ egy irányítópulton keresztül tud létrejönni és terülődni, illetve van chat a rendszerben, tehát lehet személyesen vagy osztálynak is üzenni, hogyha szeretnénk. Nagyon fontos a projekt szempontjából, hogy fejlesztettünk egy naptárt. A naptárba bele lehet a csoportnak bármilyen dolgot előre írni, és hogyha a naptárba az én bejegyzéseim mellett a mindre kattintok, akkor lehet azt is, nagyon nem csinálják a gyerekek sajnos, de azt lehet látni, hogy az ő beírásai alapján meg lehet mondani azt, hogy hol tart. Tehát, hogy megkérhetem azt, hogy ő mondjuk ide azon a napon, amikor egy projektet csinál, akkor írja be az, hogy tudja, hogy mik a mérföldkövek, és utána neki vissza kell jelezni a csoportjában, hogy mit tudom én, elkészültünk az első fejezettel, elkészültünk a nem tudom mivel. Ezt csak ő látja, és én mindenkinek a beírását látom, ők csak az enyémet látják. Tehát így módon viszonylag egyszerűen vissza lehet jeleztetni a diákokkal, hogy kérem tőlük, hogy a naptárban folyamatosan jelezzenek, amikor működik valami, vagy megcsináltak, vagy akár gondjuk van. Egyébként erre tökéletes az értékelési modul, ugye ott vissza lehet jelezni mindenkinek a projektben, hogy most éppen hol tart, és akkor hány pontot kapott ezért, és világosan látszik, hogy mondjuk abban a menetben, ahol most éppen vagyunk, ő most milyen szintet ért el. Természetesen lehet kiosztani digitális tananyagot is, tehát van egy külön tananyag szerkesztője az oldalnak, hogyha éppen azt szeretnénk, itt meg is mutatom, ennél majd még sokkal egyszerűbb tananyagokat lehet megcsinálni, lehet zártá tenni a tananyagot, ugye beírjuk a szerzőt, címkéket is lehet föltenni, ha szeretnénk, illetve legyenek életek, vagy ne legyenek, megadjuk-e a választ, vagy nem. Képet feltölteni, ezekkel én nem foglalkoznék, és elérünk egy tananyag szerkesztőhöz gyakorlatilag, ahol ugye a beállításokat bármikor meg tudjuk változtatni, bármikor. El lehet kezdeni olyan információkat megosztani, amik érdekesek lehetnek. Itt említettem azt a kollaboratív feladatot, ami a közös esszé volt. Ugye ez úgy működik, hogy adok egy instrukciót, és a diák egy kap információt, ez ugye bármilyen hosszú lehet, ez a mezőhez korlátlanul bővíthető. A diák kettő is kap információt, viszont a produktum, amit létre kell hozniuk, az közös. Ilyen az idővonal is, ahol kapnak 10 elemet, és a 10 elemből 5-öt tudnak ők csak mozgatni, és egy chat felületen vagy akár személyesen kommunikálva is egymást irányítva kell a helyes megoldás felé vinni. Ugye itt lehet videókat, testsorokat föltenni, tanulókártyákat, szöveget, képet, kérdőívet lehet készíteni, hangot, úgyhogy viszonylag minden olyan multimédiás elem, ami egy ilyen projekt során előkerülhet, az itt nagyjából megvan és megtalálható. Azonban a legfontosabb mégis a projekt szempontjából, hogyha itt vagyunk, az a beadandó. A beadandó az, amit a diák vagy a csoportja elkészít, és itt, hogyha egyéni munkáról van szó, szerintem nagyon hasznos, érdekes lehet az, hogy az értékelési modulok között 3 almodul van, tehát van önértékelési modul benne, társértékelési modul benne, és tanári értékelési modul van, mert ez nem tanárértékelés, tanári értékelés. Tehát azt is lehet mondani, hogy különböző szempontrendszereket tudunk megadni, és azt is megadhatjuk, hogy az hány pontot ér, ezeket nagyon szépen tudjuk súlyozni. Ha tanárértékelés van, akkor az teljesen egyértelmű értékelés, és a társértékelésnél viszont azt is meg tudjuk mondani, hogy hány diáknak ossza ki. És hány diáknak kiosztja ezt a beadandót, annyi diák fogja majd ezt látni, és fog pontokat adni.
Ugye lehet úgy súlyozni, hogy a mi értékelésünk számítson a leginkább, és az önértékelés a legkevésbé, és mondjuk a társértékelés legyen az, ami még mondjuk egy picit többet nyom alatba. Így van, ez adjunk egy instrukciót, készíts remek projektet, beírom azt, hogy mondjuk itt csak tanártékelés van, beadom a szempontokat, most így nem nagyon, és szeretném megmutatni, végül még az fontos, hogy hogy működik egy ilyen. És amikor a tanértékelés megvan, elmentem. Ugye az előnézetben látjuk, hogy van egy kollaboratív feladat, az most így nem tud működni, mert nem, nincs kiosztva csoportban, illetve nem vagyok ott. Viszont a készíts remek projektet, az úgy működik, hogy elemeket tudunk egymással átenni. Most ezt, mivel én csináltam, nincs kiosztva. Nem fogom tudni megmutatni. A lényeg az, hogy új elemet tudok készíteni, és ha új elemet készítek, az lehet egy videó, az lehet kép, vagy lehet szöveg. Tehát ezt a három dolgot tudom, ezeket szépen egymással le is lehet tenni. Egy képet, utána lehet egy szöveget írni, akár a képhez, utána be lehet csatolni egy videót, a videó is megjelenik, és így működik. Úgyhogy azt gondolom, hogy viszonylag komplex értékelési rendszert tudunk így létrehozni, és ezeket, amikor ők beadják, hogy még ezt megmutassam, hogy itt vannak ilyen példabeadandók, akkor lehet látni, hogy ez így jelenik meg nekem. Ebben az esetben most csak egy szövegről van szó. A szöveget ki tudom javítani. Tehát ha azt gondolom, hogy mondjuk itt nem jó az, hogy vesződtett a detelé, akkor ezt be tudom neki írni. Igazából itt javítani, ezt nagyon sokat teszteltük, most már egy picit rövidebb és kevesebb idő, mint hogyha papíron javítanám ki. Ki lehet emelni zölddel is, és bármelyik részhez lehet kommentárokat fűzni. Azt is leteszteltük, hogy így az általam írott meg a tanárok által írt kommentár az kétszer-hármszor hosszabb, hiszen nem kell a két sor közében nyomorgatni bármit, amit mondanak, hanem lehet bármennyit írni. És ahogy így ők ezt leadták, az értékelésben lehet látni, hogy megadtam a pontokat, milyen, illetve van szöveges, tehát egyéni holisztikus visszajelzésre is lehetőség, és ezeket próbálom egy ilyen komplex értékelési rendszerre tenni. Abban a percben, hogy ezeket a pontokat megbeírom különben, és leokézom, abban a percben lehet látni, hogy ezek meg fognak jelenni az ő értékelési mezőikben. Tehát, hogy lehet látni, hogy ő mit tudom én, milyen pontokat kapott, és akkor ezekre az a pont az hol van és mennyi. Tehát a beadandók így megjelennek, naptárban tudom a tevékenységeket számon kérni, és tudom kérni tőlük, hogy visszajelezzenek, hogy hol tartanak. Egyébként a haladásukat egy ilyen leaderboardon, egy viszonylag érdekes rendszerben tudják, és tudom én is követni. Lehet digitális tananyagot készíteni, amit megosztunk, ezek közül vannak kollaboratív feladatok, lehet kérdőívesztetni is őket egyébként, a kérdőveket is bele lehet illeszteni, vagy el lehet készíteni. Szóval rengeteg sok elem van, amivel egy viszonylag komplex digitális projekt értékelés, és igazából nem csak értékelés, mert menedzselési rendszert lehet kivitelezni. Úgyhogy nagyjából én ennyit szerettem volna elmondani most, úgyhogy én megállítom a megosztást. Bárkinek van kérdés, és Attila tudja nekem tolmácsolni. Jó, még egyelőre olyan, Ilona azt írja, nagyon tetszik ez a lehetőség, mindenképp kipróbálom. Nagyon jó, köszönöm. Egyébként én is ki fogom próbálni most. Na most egy kérdés Judittól, például két külön osztály közös projektjében, hogy lehet úgy kollaborálni, hogy egyes feladatok közösek, mások egyediek legyenek, és jelölje ki, melyik csoportba tartozik. Tehát a két osztályt külön is lehet látni, meg együtt is, és közös projektjük van. Aha. Hát, passz.
Tehát úgy Szijjártó Attila, ami ezt tudja? A Teams nem Nem. tudja, az biztos. Ilyet nem lehet. Olyat, a hashtag-szóban ezt úgy meg lehet csinálni egyébként, hogy a kiosztásnál jelzem, hogy melyiknek van, illetve a két osztályt külön is lehet kezelni, de akkor kell egy közös csoport, ahol mindenki benne van. Én azt csinálnám, hogy egy csoportot csinálnék, ahol beletenném mind a két osztályt, az összes diákot, és azon felül pedig a tananyag kiosztásnál, vagy a feladat kiosztásánál jelezném azt, hogy ez ennek vagy annak szól. Hogyha attól félünk, hogy elkannibalizálják egymás elől a lehetőségeket, akkor azt egy felületen belül csak úgy lehet, hogy külön rendszerben tartjuk őket. Tehát, hogyha két osztályteremben vannak, akkor ezt lehet csinálni szerintem egyébként, de az, hogy lehessen is látni, meg ne is, hogy tudjanak is együtt dolgozni, meg ne tudjanak is együtt dolgozni, ezek így egy rendszeren belül, egy osztályon, tantermen belül szerintem rendkívül nehezen működnek. Én ezt úgy csináltam, amikor csináltam, hogy egyszerűen azt mondtam nekik, hogy ez oda van írva a tananyagban, hogy ez mit tudom én az ásoknak szól, vagy ez ennek a csoportnak szól. Mások pedig a B-nek, vagy annak a csoportnak szól. Aki neki nagyon egyszerűnek tűnt, de mégsem biztos benne, egyébként a tanárblog.hu nevű oldalnak a tegnapi cikke, az pont a hashtag school-nak egy ilyen háromlépéses bemutatója, hogy hogyan lehet regisztrálni ponthatárokat, szinteket létrehozni, és mindezt egy hashtag school-os tananyagban képekkel magyarázzuk el, hogy nagyon egyszerű legyen. Tehát, hogy... De nagyjából Judit, ennyi. köszöni Igen? szépen. Igen. Köszöni szépen, Judit, azt mondja, szuper. Igen. Mónika pedig azt írja, hogy pont ilyen platformot kerestem, mindenképpen kipróbálom. Az a kérdésem nekem, hogy a hashtag school az így mennyire ingyenes, vagy hogy van ez most? Hát annyi ingyenes, hogy nem kell érte fizetni. Értem. Tehát így, az ingyenesség közül ez a fajta ingyenesség van. Köszönöm. Ugye a koncepciónk az, hogy ilyen nagyobb cégeknek szolgáltatunk pénzért, és akkor ezért próbáljuk a közoktatást valahogy felszerelni. Tehát iskoláknak is adunk rendszereket. Egyébként, hogy mindig ingyenes lesz, ezt nem tudom, de azt gondolom, hogy hogy ez fönn tudjon maradni, és ilyen komplex szolgáltatást tudjon adni, azt mindenképpen úgy tervezik, ez egy magyar cég, hogy mit tudom én, minimális valami havidíjat, csak az elv miatt, hogy ez lássák, hogy mennyi sok munka van benne, lehet, hogy fogunk kérni, de a cél az, hogy a magyar közoktatásnak ez ingyenesen. Még mindig azt láttam én az ilyen Edmodónál, meg ilyen nagyobb cégeknél is, meg a Ning, meg ilyen, hogy mindig azt mondták, hogy az ő országuk pedagógusainak ingyenes, többiek fizessenek, és akkor is lehet, hogy most ezt meg kéne fordítani, hogy legyen valami nekünk ingyenes, és a többiek fizetnek. Köszönöm. Van-e még kérdés, kedves kollégák? Most talán jön egy kérdés, még ezt megvárjuk. Jó, eddig azt elmondom, most még igazából nem mutattam, ez a hashtag szóban, ez csak a jéghegy csúcsa, tényleg a legegyszerűbb dolgok, de van benne multitérre stratégiai játék, tehát bármelyik tesztből lehet önöket csinálni, meg 1000 millió olyan apró funkció, ami mind arra van, tehát minden olyan dolgot, ami nekem nagyon hiányzott digitális platformokból, azokat így most megpróbáltam egy ilyen kvázi üzleti alapon létrehozni, hogy működjenek, legyen egy, ahol ne 50 helyre kelljen menni, webináriumot tartani, értékelési gamification platformot találni, akkor valami digitális tananyagfejlesztőt, akkor egy naptárat hozzá, nem, ez mind egy helyen meg lehessen. Nyilván hátránya az, hogy nem egy hatalmas nagy cég csinálja, hanem ilyen kedves, jóindulatú, magyar, idősebb és fiatalabb fiúk, akik így, nekem ez fontos. És talán még lányok is. Talán még lányok is, de ezt most fiúk csinálják. Rendben, köszönjük szépen, Tibor, az előadást, és hát kollégák, úgy látom, még már nincsen kérdés. A résztvevők sorra köszönik meg az előadást neked, Tibor. Nagyon és jelzem, hogy várjuk továbbra is a kérdéseket a szokásos csatornákon, vagy hogyha valaki szeretne valamilyen témáról hallani,
webinárium formájában, és itt mondom el, hogy holnap este Hippik Angéla fog előadást tartani, ő is itt van a résztvevők között, és egy a tavalyi sikeres digitális témahét projektjét fogja bemutatni, ugyancsak este 7 órától, és lehet még arra is regisztrálni. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet, és mindenkinek további szép estét kívánunk. Köszönöm szépen, sziasztok, viszlát!